kegyetlenebbék. Jó így szép ez a hűség, pedig széttél, ami mélyen bennem ég. Villodni így jó, a hűség a legkegyetlenebbék. Jó. Ákos számainak általában egyébként van úgymond mélyebb tartalmuk is, illetve hát, hogy több síkon értelmezhetőek. Így van ez a hűséggel is, akikben pedig meg maradtak kérdések a klip első vetítése után, azt talán választ kaphat rájuk a verkfilmből, amit a forgatáson készítettünk. Bár, ami igaz, az igaz, Ákos csak futtávon tudott a rendelkezésünkre állni, mivel nagyon nagy volt a hajtás a forgatáson. Egy felvétel, lépek indít! Igen. Miből öltözöl, mibe? Ez igen, de erőszakos riporter, marha jó, mibe? Most papból katonába. Három szereplő van, három szereplőt játszik Ákos, kegyetlenül nagyon jó megírt életregényszerű filmeposzában. Állj, vagy mi? Életregény, ez mit jelent? Mondom, tulajdonképpen egy Tolstoy regény, több kötetes van, itt 4 perces videoklipben leforgatva, van benne angyal, katona, mi van, pap, ezt mondtam, és van benne két kerub, akik nőcik. De a három szerepet azt én játszom, ennek a speciális technikának köszönhetően. Mit akartam még mondani, nem tudod? Hogy mit jelent ez a három figura? Ja, a következő, a Tolstoy regény úgy kezdődik, hogy egy angyal elmeséli, ez egy ilyen ironikus mese akar lenni, de közben egy elég komoly is, hogy elmeséli az angyal, hogy hogy lett civilből katonává, katonából holt katonává, és holt katonából angyallá megint.
És ezt egy papnak meséli? Nem, a pap az egy ilyen, mondhatni, mellékszereplő. Itt mindenki egy kicsit meg van bolondítva. Az angyal az egy nagyon flegma lény. Ő az, aki a Hűség című lemez borítóján is látható, mert hogy számára nincs idő, meg nincsenek, ő úgyse bűnözhet, tehát azt sem akar szinte. Egyszer, aztán a katona az egy nagyon naív lény, tiszta, egyszerű, Aljósa, elmegy a nagy honvédő háborúba, és puff, azon a agyonlövét miatt azt ki tudnám mondani, hogy gurá a roham közben, és a pap az pedig egy elég összetett, ájtatoskodó, de ugyanakkor hideg szívű fegyverkereskedő. Tehát tulajdonképpen egy ilyen nagy játékfilm van beleírva egy 4 percesbe, de hogy ez meg fog-e valósulni, vagy ez sikerül-e, az kétséges. Tehát most közben vagyunk, akkor nem tudja az ember. Álmok vannak, képek el vannak tervezve. Mit csinálok? Ja, de ennek mi köze van a hűséghez? 100 000 rengeteg. Az, hogy az ember, ha hű akar az elveihez maradni, akkor beledöglik. Erről szól a mesekönyv. Mennyit szoktál improvizálni a klip forgatásokon? Én nagyon keveset szeretek improvizálni, csak most kezd a fejünkre szakadni az egész terv, ugyanis egy ilyen nagyobb játékfilmre elegendő beállítást kell leforgatni 12 óra alatt. És mi a célod ezzel az új trükkel? Hát az a célom, hogy egyenletben többször is benne lehessek, hogy a drága jó rajongók annál több ákost lássanak. De most komolyan, na, hogy 3 különböző szerepet eljátszhassak, tulajdonképpen ez lenne. Ez lenne, erre ad lehetőséget, de hát úgy látszik, hogy hiába a gondos tervezés, most egy kicsit megszaladtunk, itt egy 2 órával magunk mögött járunk, és ilyenkor az ember nem tudja, hogy hova kapkodjon a most rendezőt játszon, nem tudom, hogy forgatásszervezőt játszon, vagy a szerepeit. Szóval így izgi. De a csapatod végül is már egy összeszokott társaság, nem? Hát jó szerével igen, filmesek, tehát nélkülem szoktak össze, én csak itt bohockodok a tetején, de hát igazából ők tudják a dolgukat, csak... De a 3 klipedben is körülbelül ugyanezekkel az emberekkel dolgoztál eddig. Az alapemberek mindig ugyanazok, Szatmári Péter operatőr és Király István vágó. De hát a vágó már csak akkor tud majd működni, amikor már lesz mit vágni. Egyelőre ott tartunk, hogy föl kell venni az anyagot, és 12 óránk van mindenhez, és te meg beszélgetsz velem, miközben én már mennék a jelenetemet játszani. Hogy még egy kérdés csak, hogy... Nagyon vigyázz! Igen. Csak te sokat tanultál az előző 3 klipedből? Igen. Igen, azt tanultam meg, hogy az Isten pénze nem elég, a Jóisten ideje nem elég, meg az, hogy most mennem kell, várjatok meg. A hűség a legkegyebb.